drukkolók. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság egyik leginkább várt mérkőzését játszák vasárnap délután 5:30-tól a Rohonczi úti stadionban, ahol a Haladás látja vendégül az FTC gárdáját. A szombathelyi együttes legutóbb hazai pályán szenvedett 1-0 arányú vereséget a Paks csapatától. Igaz, azt a mérkőzést a hatalmas esőzés miatt kifejezetten irreális körülmények között vívták meg a csapatok. A mostani időjárás a vasiak Ferencváros elleni felkészülését is jelentős mértékben befolyásolta. A mi csapatunkra az jellemző, hogy eléggé kombinatívan tudunk játszani, és ezek a kis passzos játékokkal jutunk el az ellenfél kapujáig. Sajnos a heti munkákat is eléggé befolyásolta az időjárás. Edzettünk már a csónakázótól, körülfutottunk, voltunk Műfőn, és terembe is edzettünk tegnap, úgyhogy még sajnos fűre nem tudtunk rálépni. A Fradia tavasszal remek formában futballozik. A fővárosiak óriási csatát vívnak a Videotonnal a nemzetközi kupa szereplés jelentő harmadik helyért. Ennek ellenére egyáltalán nem esélytelen a vasárnapi mérkőzésen a tabella nagyon előkelő 5. helyén állomásozó szombathelyi együttes. A Fradi ellen csak akkor tudunk nyerni, ha felvesszük velük párharcokba a versenyt, mert a Fradi, ahogy régen is, általában egy nagyon ütközös, nagyon brusztolós csapat. Most jelen pillanatban is jó fizikai adottságú játékosokkal, úgyhogy nekünk egy nagyon erős, mentálisan erős és fizikálisan toppon lévő csapattal lehet csak esélyünk. A Ferencváros elleni meccsen a Haladásból biztosan hiányozni fog átétás miatt két meghatározó játékos, Tóth Péter és Halmosi Péter. Így viszont nagyon sokat segíthetnek majd a szombathelyi szurkolók, akik az előzetes várakozások alapján valószínűleg megtöltik majd a Rohonczi úti stadiont.